Az ebegényi képviselőtestület legutóbbi ülésének vendége volt Kempfné dr. Dudás Hilda, a Szobi járási hivatal vezetője, valamint dr. Kormanik Gergő Ákos rendőrszázados, Szobi őrsparancsnok. A napirendi pontok tárgyalása előtt Kempfné dr. Dudás Hilda rövid tájékoztatást adott a Szobon megnyílt kormányablak szolgáltatásairól. Ezt követően Hutter Jánosné polgármester tájékoztatta a képviselőket arról, hogy szükséges a 2016-os költségvetés módosítása, mivel annak tervezésekor még nem voltak ismertek a kistérségi start mintaprogram adatai. A program keretében 13 fő foglalkoztatását oldják meg egy évre, ami 12 millió 510 ezer forint bevételt, illetve kiadást jelent az önkormányzatnak. A képviselőtestület elfogadta a módosítást, így Zebegény idei költségvetési főösszege 166 millió forintra módosult. Következő napirendi pontban a szociális rendelet módosítását szavazták meg a képviselők. A jelenlegi önkormányzati rendelet csak egy szűk körnek engedi a szociális támogatást, így kevesen vannak azok, akik az egyfőre eső jövedelmet figyelembe véve jogosultak a szociális támogatásra. Ezért szükséges a rendelet módosítása, melynek nyomán megemelték az egyfőre jutó jövedelemhatárokat, valamint egyes szociális juttatások összegeit. Módosítottuk a temettetési költségekhez való hozzájárulást. Itt is megemeltük a jövedelem határt az öregségnyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-ára, egyedülálló esetén pedig a 400%-ára, és a temetésre nyújtott önkormányzati segély összege legalább 25 ezer forint, de legfeljebb 50 ezer forint lehet. Beiskolázási támogatásnál ugyancsak emelkedett a jövedelem határ 250, illetve 300%-ra, és 10, illetve 15 ezer forint adható gyermekenként a kritériumok szerint nyilvánvalóan. Gyermekszületéssel kapcsolatos kiadások enyhítésére volt önkormányzati támogatásunk eddig 15 ezer forintért, ez az összeg most 50 ezerre emelkedik, és ugyanúgy emelkednek a tervezet szerint a Bursa Hungarika ösztöndíj támogatásban részesülőknek a támogatási összegei, 6, 7, 8, 9, illetve 10 ezer forintra a jövedelhatár. Hutter Jánosné polgármester tájékoztatta a képviselőket arról, hogy közel 2 millió forintot kap az államtól az önkormányzat a szociális támogatásokra. A képviselőtestület elfogadta a módosítást. A folytatásban az új helyi anyakönyvi rendelet megalkotásáról tárgyalt a képviselőtestület. Erre azért volt szükség, mert az ide vonatkozó jogszabály új rendelet alkotását írja elő. Megnő a munkaidőn kívüli házasságkötés díja, azonban az életvitelszerűen Zebegényben élők kedvezményt kapnak. A régi rendelet értelmében csak a hivatali helyiségen kívüli szolgáltatásért, többletszolgáltatásért kértünk, illetve állapított meg díjat az önkormányzat, és most javaslatot tettünk a munkaidőn kívüli házasságkötésnek a díjának a megemeléséről is. Ez azt jelenteni, hogy hivatali időn belül, de hivatali helyiségen kívül 30 ezer forint, hivatali időn kívül, de hivatali helyiségben megint 30 ezer forint, ami a kettőt, ha összevesztük, ha valaki hivatali időn kívül és hivatali helyiségen kívül kíván házasságot kötni, az bruttó 60 ezer forint a díj mértéke. A bizottságok megtárgyalták a rendelettervezetet, és javasolták, hogy kedvezményt kapjon a Zebegényben életvitelszerűen itt élő, azaz tartózkodási, illetve állandó lakosként itt élő, méghozzá 10 ezer forint, bruttó 10 ezer forint kedvezményt, így számukra 20, illetve hogyha mind a kettő hivatalon idő, illetve hivatali helyiségen kívül történik, az 40 ezer forintot jelent a házasságkötés. A jegyző hozzátette, hivatali időn belül a hivatali helyiségben történő házasságkötés ingyenes. A képviselők egyhangulag fogadták el az új anyakönyvi rendeletet. A következő napirendi pontban a Vác Városi Rendőrkapitányság 2015-ös beszámolóját tárgyalta a képviselőtestület, melyet Latorovszki Gábor rendőralezredes, váci rendőrkapitány küldött az önkormányzatnak.
Jelen volt az ülésen dr. Kormanik Gergő Ákos rendőrszázados szobi őrsparancsnok, aki elmondta, kiemelt jelentőségű bűnelkövetés nem történt Zebegényben, és általában a bűncselekmények száma is csökkent. A nagy rész az kisebb jelentőségű lopás, egy-két betörés történt, ami nagyobb port kavarhatott, valamint kisebb barátságok fordultak el ugye a Kulacs presszó környezetében, ami nagyjából már megszokott dolognak számít. Ettől függetlenül ugye az ilyenek megelőzésére folyamatos járőrszolgálatot szervezünk a hétvégi napokon a problémásabb részeken. A rendészeti tevékenységgel kapcsolatban ugye tavaly évben is folytatódott a Országos főkapitányunk által elrendelt 19 megyés program. Ez egy szinte folyamatos rendőri jelenlét biztosítását tervezett megoldani a településeken, mivel a közbiztonsági besorolása az Zebegény településnek elég kedvező lett, ezért heti 2-3 alkalommal 1-1 órában mindenképp megjelentünk itt a településen, ennél azért jóval többbe is, csak ez volt az, ami a program keretében került sor. A rendőrszázados hangsúlyozta, a bűnmegelőzés érdekében hétvégenként Zebegény problémásabb részein folyamatos járőrszolgálatot tartanak. A képviselőtestület a rendőrségi beszámolót elfogadta. A következő napirendi pont tárgyalása előtt Gózon Franciszkó önkormányzati képviselő bejelentette, hogy lemond képviselői mandátumáról. Döntését azzal indokolta, úgy érzi, elvesztette a polgármester bizalmát és kivívta az alpolgármester ellenszenvét, ezért nem tud a testületben tovább dolgozni. Hutter Jánosné polgármester bejelentette, hogy tiszteletben tartják a képviselő döntését, és megköszönte a testületben eddig végzett munkáját. Gózon Franciszkó bejelentését követően távozott az ülésről. Ezek után az általános iskolát fenntartó Klik beszámolóját vitatta meg az 5 főre fogyatkozott képviselőtestület, melyet a polgármester ismertetett. A beszámoló alapján az intézmény működése stabil, a bérek folyamatosan érkeznek. Fontos változás lesz, hogy az idén megszűnő Mária Nosztrai iskolából a gyermekek egy része átkerül a Zebegényi iskolába. A tájékoztatóból az is kiderült, hogy a Klik megszűnik, de az iskola továbbra is állami fenntartásban marad. A képviselőtestület elfogadta a beszámolót. Kötelező napirendi pontban a polgári védelmet ellátó szakértő beszámolóját ismerte meg és fogadta el a képviselőtestület, majd az esélyegyenlőségi terv módosításáról tárgyalt. Az ülés folytatásában az idei karbantartási és felújítási terv megvitatására került sor, melyet Krebs Gábor ismertetett. Az alpolgármester a tervek között említette a tavaszi nagytakarítást, a patakmeder tisztítását, a köztéri padok felújítását és a megsüllyedt járdaszakaszok kijavítását. A falu több pontján játszóteret szeretnének kialakítani, a Kálvária teljes területét pedig parkosítani kívánják. Mivel az idei költségvetésben kátyúzásra elkülönített összeg áll rendelkezésre, így bel- és külterületeken is tervezik ezt a műveletet, tájékoztatott Krebs Gábor. A karbantartási és felújítási tervet a képviselők elfogadták. A következő napirendi pontban a polgármester elmondta, a közelmúltban kiírtak egy olyan pályázatot, amely a településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciójára és energetikai korszerűsítésére nyújthat forrást, és amelyen Zebegény is indulhat. Ez önkormányzati funkciót nem magába foglaló. Közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítésre, illetve megújuló energiaforrások használatára került kiírásra. Április 11-től lehet benyújtani a pályázatot, 50 millió forint a maximális pályázható összeg, és a besorolásunk alapján kedvezményezett besorolási járásként 85%-os támogatottsággal bír a település. Ugyancsak most jelent meg 2016. április 15-től 2018. április 16-ig pályázhatóan a települések egyedi autonóm és természetközeli szennyvízkezelésének megvalósítása. Itt ugyancsak 85%-os támogatással vehetnénk részt a pályázatban. A maximálisan igényelhető összeg 155 millió forint. Hutter Jánosné megjegyezte, ennek a pályázatnak az elnyerése segítene a Dózsa-György út csatornázásának befejezésében. Az önkormányzat folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat.
A fejlesztésekkel kapcsolatban a polgármester megjegyezte, nagyon fontos lenne a belterületi utak teljes rekonstrukciója, azonban ez 140 millió forintba kerül. A következő napi rendi pontban a polgármester tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy Pest megye főépítésze összhangigazolást kért az önkormányzattól. Ez a község területére vonatkozó területrendezési és településrendezési folyamatok lezárásához szükséges. Ennek elkészítésével a testület megbízza a településrendezési tervet készítő Pesterv Kft-t. A képviselőtestületi ülés az elvégzett településüzemeltetési feladatokról szóló beszámolóval folytatódott. Krebs Gábor alpolgármester elmondta, végeztek az óvodában egy csapadékvízelvezető kiépítésével, folyamatos a községben a kerékpárút mentén a takarítás és a fűnyírás. A vasúti híd alatt a törött kockaköveket kicserélték, de a kockakő csere a főtér teljes területén is hamarosan megtörténik. A képviselőtestület egyhangulag fogadta el az alpolgármester beszámolóját. Ezt követően Hutter Jánosné tájékoztatta a képviselőtestületet arról, hogy november óta dolgozik védőnő Zebegényben. A sportpálya használatára szerződést írtak alá a Zöld Panoráma Egyesülettel, valamint megkötötték a szerződést a Helpinet rendszer szolgáltatójával. A polgármester beszámolt arról is, hogy konzorcium megállapodást írtak alá a település teljes csapadék elvezetési rendszerének a megoldására másik négy településsel együtt. Szinte folyamatos lett a napközi otthonos óvoda alapító okiratának a módosítása is az államkincstár útmutatásai alapján. A polgármester arról is tájékoztatta a képviselőket, hogy az Eszemiszom épületének elbontásáról testületi döntéssel rendelkeztek, aminek végrehajtását a közmunkaprogram keretein belül végzik majd el. Volt egy útbejegyzési kérelem a Malomhegy vonatkozásában, ami majd a rendezési terv kidolgozása során kerül végrehajtásra. Gördülő fejlesztési tervek elfogadásáról döntött a testület a szennyvíz közműre, illetve a víz közműre vonatkozóan. Elkészült az urnafal látványterve, a kivitelezés az időjárás miatt állt le, de hamarosan folytatódik, mondta a polgármester, majd beszélt a Szőnyi István Emlékmúzeum fenntartásával kapcsolatos változásokról. Szentendre önkormányzata decemberben kért egy felhatalmazást a képviselőtestülettől a Szépművészeti Múzeummal való egyeztetéshez, mivel a továbbiakban nem kívánja fenntartani a Zebegényi Múzeumot. Erre a felhatalmazást a testület azzal a kiegészítéssel adta meg, hogy minden egyes tárgyaláson a polgármesternek jelen kell lennie. A szerződés december 31-ével mondható fel, ha csak nem kerül sor közös megegyezéssel történő szerződésbontásra, tájékoztatott Hutter Jánosné polgármester. Végül egyebek napirendi pontban elmondta, hogy a MÁV-val két éve szerződtek az állomás, illetve az utasforgalmi terület karbantartására. Januárban tárgyaltak a MÁV-val az épület lakásainak az igényléséről, a romépület eltakarításáról és a parkoló kialakításáról. Új szerződés tervezet érkezett a MÁV-tól, amit egyelőre nem írtak alá, ugyanis szigorúbbak a MÁV elvárásai, mint az előző két évben, és nem biztos, hogy ezeknek meg tudnak felelni. Végül arról adott tájékoztatást a polgármester, hogy az önkormányzat adminisztratív és kulturális közfoglalkoztatottat keres. Zebegényben lakó regisztrált munkanélkülieknek van lehetőségük egy évre ezeknek az állásoknak a betöltésére.